stadionokon belüli cselekedet, arra a jelenlegi büntetőjogi arzenál kiválóan alkalmas, hogyha a rendőrség egyébként fölkészült lenne ennek az alkalmazására. A másik teljesen elfogadhatatlan, és most már törvényben is erősen szentesített módi az az, hogy a rendőrség alkotmányos kötelezettségének az ellátásáért önök pénzt kérnek. Hát én úgy tudom, hogy az adót önök csökkentették, de nem szüntették meg. Tehát a rendőrségnek ezt a nagyévű szolgáltatását, ezt megfizetjük, amikor személyi jövedelemadót fizetünk többek között. Mi az, hogy nem közterületen történik a cselekedet? Hogyha valakit mondjuk egy társasházban a szomszédja zavar, a szomszédja bűncselekményt követel, mondjuk gyújtogat, és ki akarja hívni a rendőrséget, akkor holnaptól majd esetleg oda se fog kijönni a rendőrség, mert a társasház vagy a magános nem rendelte meg a rendőrtől a szolgáltatást, vagy esetleg csak számla ellenébe fog kiszállni a rendőrség. Ezek után akkor ezek szerint csak közterületen fog a Magyar Köztársaság rendőrsége eljárni. Hogy gondolják ezt? A rendőrségnek kutya kötelessége, alkotmányos kötelessége minden olyan helyen eljárni, ahol egyébként várható az, hogy közbiztonságot veszélyeztető cselekedet merül fel. A rendőrségnek a szakmai kompetenciájába tartozik az, a rendelkezésére álló nem kevés eszköz, a titkos információ gyűjtésre is gondolok, rendelkezésére álló eszközök alkalmazásával, hogy fölmérje azt, hogy különböző tömegrendezvények, koncertek, tüntetések, futballmeccsek, bármi egyéb, ahol sok ember jön össze, ez milyen biztonsági kockázattal jár. Az állam ezt a feladatot nem tolhatja el magától. Ez a rendőrség számára egy el nem idegeníthető kötelezettség, felháborító, hogy önök egy jogállamban pénzt kérnek azért, ami a rendőrségnek az alapvető feladata. Az állam erőszak monopóliumára nem csak akkor kell hivatkozni, amikor ezt el kívánják vitatni különböző csoportok, akkor is hivatkozni kell, és akkor is hivatkozunk erre, amikor az állam kívánja ezt a feladatot eltolni magától. Ez felháborító, államtitkár úr, és én azt gondolom, hogy nem kéne szentesíteni egy nagyon torz gyakorlatot, ami én se tudok másra gondolni, kizárólag bizonyos üzleti körök számára hozhat hasznot. És hát szeretném azért azt is elmondani, hogy a rendőrség számára igenis feladat az, hogy fölmérje a különböző tömegrendezvényeknek a biztonsági kockázatait. Nem megengedhető, hogy ezt az értékelési folyamatot különböző magánszervezetek végezzék el. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszólalással megadom a szót Zagyva György Gyula képviselő úrnak, Jobbik képviselőcsoport. Köszönöm a szót. Révész Máriusz képviselőtársamnak a megjegyzésére azért reagálnék. Ugye azt mondta, hogy mi nem szeretnénk, hogyha ezek az áldatlan állapotok megváltoznának, és hogy ő a Kispest mérkőzésen mit tapasztalt. Én azt mondtam, hogy például a Kispestnek a mérkőzésen, amikor a szurkolók nem jártak mérkőzésre, tehát a kanyarban lévő ultrák nem mentek ki mérkőzésre, akkor sem jelentek meg érdekes módon nagy tömegben azok a családi szurkolók, akiket önök várnak a mérkőzésekre, és 300-600 fő közé esett le a nézőszám. Azért, mert a klub tulajdonos nem vette figyelembe a szurkolóknak az akaratát, és szembe ment velük, a szurkolók meg lebojkottálták a meccset, és ez ide vezetett. Ez nem azt jelenti, hogy mi nem szeretnénk, hogyha a foci jobb lenne, hogyha a szurkolók jobb körülmények között lennének. Ne forgassa ki a szavunkat. Beléptetésre szeretnék egy példát mondani, ami egyébként pontosan összevág avval, hogy azok a szurkolók, akiket önök be akarnak csábítani a meccsekre, és reméljük, hogy önöknek sikerülni fog, bár én nem bízok ebbe. Van egy nemzetközi példám, Lengyelországban voltam tavaszon, egy Krakóban, és elmentem egy krakóvia Legpoznan mérkőzésre, és direkt 2 órával a meccs előtt kimentem, hogy időbe érkezzek, hogy be tudjak regisztrálni, és ennek ellenére, hogy 2 órával a meccs előtt kimentem, és ott már 1 éve be van vezetve ez a rendszer, ennek ellenére csak a második félidő közepére jutottam be, mert 2,5 órán keresztül tartott a sorban állás, stb. Úgy, hogy már 1 éve működik ott az a rendszer, tehát nem akkor kezdték. 2,5 órán keresztül álltam sorba, tehát mondjuk, hogyha itt kicsábítanak önök egy családot a mérkőzésre, és az első meccsen 2,5 órát fognak állni a meccsen, a büdös életben nem mennek többet.
Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, most folytatjuk a normál időkeretben szót kérő képviselői hozzászólásokat. Elsőként megadom a szót Tóth József képviselő úrnak, a Fidesz képviselő csoportjából. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Én ugyan azt hittem, 2 perceset nyomok, de vártam is legalább 1 fél órája. Igyekszem rövid lenni, ha már megkaptam ezt a lehetőséget véletlenül. Látom én azt, hogy legtöbben nem politikusként igyekeznek megközelíteni ezt a mai témát. Én is legkevésbé politikusként, inkább szurkoló szemével, sajnos már kevésbé sportolóként, a sportoló szemüvegén keresztül akarom ezt a kérdést megközelíteni. Amióta az eszemet tudom, sportolok, kivétel talán ez a 2011-es év, amikor kevesebb időm jutott rá. Szinte az egész életemet a sport köré szerveztem, és azt is mondom, hogy mindent annak köszönhetek, az eredményeket, a kitartást, a szorgalmat, a hazaszeretetet, a szülők szeretetét, mások tiszteletét, és a csapatban való munkát és gondolkodást egyaránt. A téma kapcsán azt lehet elmondani azonban, hogy nagyot változott a világ, és nagyon sokan sokféle szempontból megközelítették ezt a törvénymódosító javaslatot. Én is szeretném egyfajta szempontból megközelíteni, mégpedig úgy, hogy valamikor a sport az nem más volt, mint játék szabályos keretek között, ma viszont inkább eredmény minden áron. Különösen vonatkozik ez a labdarúgó mérkőzésekre. Az, hogy nagyot változott, és hogy játékszabályos, régen a sport az játékszabályos keretek között, azzal tudnám alátámasztani, hogy megboldogult testnevelő tanárom, Fekete tanár úr mindig arra tanított bennünket, hogy az első és legfontosabb a fair play. A második az, hogy a játékvezető döntését azt minden körülmények között el kell fogadni, még akkor is, ha benne van a tévedés lehetősége. És én még olyan csapatba futballoztam, ahol mindenkit kötelező módon becézni kellett. Tehát Janika, Imike, Béluska és így tovább voltak a csapattársaim. Most, amikor az eredmény minden áron jellemzi a sportot, eljutottunk odáig, hogy kialakult egy nem kívánatos jelenség, ez nem más, mint a sporthuliganizmus, amelyről ez a törvénymódosító javaslat is szól. Tulajdonképpen a mai helyzet az, hogy ittasan felajzott magukat szurkolónak tituláló huligánok randalíroznak. Sajnos, és itt nem is tudom, melyik képviselőtársam mondta, hogy jellemző ez néhány mérkőzésre. Sajnos ez nem néhány mérkőzésre jellemző, hanem már vidéken is, a vidéki kisfalvakban is jellemző. A megbotránkoztató cselekedetek eredménye felszaggatott, összetört, eldobált székek, felhasított ülésű vasúti kocsik, kitört ablakú autóbuszok, felborított személyautók, félelembe tartott, bántalmazott, ártatlan szurkolók, értelmetlenül elgázolt gyerekek, fellökött nők, trágárság, agyontaposott személyek. Meghallgattam képviselőtársamat, én mindig mindenkinek a véleményét tiszteletben tartom. Elnézést kérek. Vannak olyanok, akik direkt a balhé kedvéért mennek a mérkőzésre. Tiszta szégyen, mondta egyik sportoló barátom. Valamit tenni kell, rendet kell tenni, és talán ezt senki nem vitatja. Olyan helyzet alakult ki, hogy sajnos elrettentő ítéletre van szükség. Ehhez szükséges az elkövetők beazonosítása. Sokan vagyunk, akik valóban a csapatunkért szurkolni, a mérkőzés izgalmát átélni megyünk ki a sporteseményekre.
meg kell tanulni, meg kell tanítani a szurkolás kultúráját. Buzdítsanak, énekeljenek, de fogják vissza magukat, ne ártsanak, ne romboljanak. Megítélésem szerint az a törvény, amelyről itt Bánki Erik is szólt, és ha jól emlékszem, így jellemezte, hogy néhány száz vandál tönkreteszi ezrek, tízezrek szórakozását. Én úgy gondolom, hogy ez egy irányadó törvény. Vitára alkalmasnak találták a bizottságok. Én abban bízom, hogy az itt elhangzott javaslatokat még egyszer megvitatják, és a módosítókat esetleg befogadják. Abban bízom, hogy az általános és részletes vitát követően egy jó törvénymódosítás fog születni. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, felszólása következik Lenhardt Balázs képviselő úr, a Jobbik képviselőcsoportjából. Megadom a szót. Dicséretes az a hurrá optimizmus, amivel az MLS is, meg önök is abban reménykednek, hogy vissza sikerül csábítani a nézőket a lelátókra, és akár családok ezreit. Egyetértünk ezzel a buzgalommal, és mi is szeretnénk, csak ennek nem állnak föl most a feltételei. Olyan konkrét ötleteket és javaslatokat nem hallunk, amivel ezt meg lehetne valósítani. Ezzel szemben a mostani törvénymódosítás azt fogja elérni, hogy azok a szurkolók, akik kitartottak a sokszor nézhetetlen és minősíthetetlen játék mellett a mai napig, őket is el fogják üldözni a stadionok környékéről. Mindig van lejjebb, ezt sajnos meg lehet majd tapasztalni. És Zagyva képviselőtársam már említette az olaszországi példát, én is személyes élménnyel tudom megerősíteni. Az elmúlt szezonban, és jártam Rómába a Lazio-Róma mérkőzésen, 3 évvel ezelőtt is voltam már természetesen a Kurva Nordba, a Lazio szurkolók között, és ott, ahol már bevezették, és a hazai mérkőzéseken is kötelező ez a szurkolói kártya, össze nem hasonlítható a hangulat, a nézőszám és az egész mögött ott lévő érzés, mint ami 3 évvel ezelőtt volt. Tehát sajnos attól lehet félni, hogy további csökkenés fog okozni az önök törvényjavaslata, ahelyett, hogy konkrétumokat fel tudnának mutatni, hogy mondjuk a színvonalat, ami ugye többször elhangzott, hogy a kiszolgáló létesítmények, és maga a játék színvonalát is meg kellene próbálni valamilyen módon emelni. Vannak, akiket nem fog zavarni ez a törvénymódosítás, mint például a magyar testgyakorlók körét, az MTK-t, akik 2008-as bajnokká avatásukkor is körülbelül 800 nézőt tudtak átlagosan felmutatni a hazai bajnokikon. Ennek a csapatnak a szurkolói most nagyon nem szeretnek engem. Hegyi Iván a mai Népszabadság címlapjára is kiírt és tollára vett. Hát nyilván az igazmondás és a tények leszögezése sokszor fáj. Mert mit is mondtam egy korábbi hozzászólásomban velük kapcsolatban, hogy az átlag magyar szurkoló és a szurkolók többsége nagyon boldog volt, hogy az MTK kiesett az NB1-ből, és még elfoglalta a méltó helyét az NB2-be. Természetesen tisztában vagyok én is, hogy milyen történelme van az MTK-nak a 23 bajnoki címmel, vagy hogy milyen egyéniségeket adtak a magyar futballnak. De ha már ők ezt kérdőre vonták, akkor nézzük meg ugye a hátterét. Az MTK-t a 1880-as években a Magyar Atlétikai Klubba be nem engedett zsidó fiatalok hozták létre, hogy ők is futballozzanak valahol. A mai napig a MTK mint klub egy zsidó identitású klub, és ugye Schiffer András beszélt pont az identitás fontosságáról, valószínűleg ennek köszönhető, hogy a mérkőzéseiken gyakran feltűnik az izraeli zászló. A Várszegi Gábor, a mecénásuk több mint 10 éve, nyíltan vállalja ő zsidó identitását, ahogy Dajcs Tamás, az önök frakció, vagy korábbi frakciótársa, aki szintén zsidó, ugye tudjuk, hogy díszsidónak is nevezték egyes szocialisták. Tehát nem kell akkor ezen fennakadni és számon kérni. Domonyai László, az MTK klubelnöke fogalmazott úgy, hogy az MTK mindig leadja a zsidó vallású szurkolókat érintő ünnepnapokat, hogy lehetőleg ne azokon a napokon legyen mérkőzés.
Hát ennek köszönhető, hogy például az elmúlt szezonban, 2010. szeptemberében a Jom Kipur ünnepe miatt halasztották el az MTK vasas mérkőzést. Azt hiszem, hogy az eddig feltárt tényekből világosan látszik, hogy ennek a csapatnak zsidó identitása van, ezt a mai napig vallják, a többi magyar csapatnak magyar identitása van. Szerintem ebben semmi csoda nincs, hogy akkor a magyar identitású szurkolók nem szimpatizálnak egy idegen, egy zsidó identitású csapattal. Úgyhogy ezt szerintem meg kellene értse Stern Péter is, az MTK baráti körének elnöke, aki most lelkesen, lihegve követel elhatárolódást a közjogi méltóságoktól, vagy akár az MLS elnökétől. De térjünk vissza a törvényjavaslathoz. Álláspontom szerint azért is nem megfelelő, mert olyan bizonytalan gumiszabályokat hoz be, ami alapján nagyon nehéz lesz a bírói joggyakorlatnak azt is eldönteni, hogy valóban az úgymond huligánok ellen tudnak-e fellépni, vagy pedig teljesen átlagos futballszurkolókkal szembe fogják ezeket az intézkedéseket alkalmazni. Mert a mi félelmünk ez, és ennek adtak hangot képviselőtársaim is. Ugye a BTK módosító paragrafusban azt írják, hogy a szervező vagy rendezőnek a rend fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben, aki erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, az akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Na de most ugye ez egy annyira gumi paragrafus, hogy ebbe mindent bele lehet érteni. Mi az, hogy fenyegetéssel ellenállást tanúsít? Gyakorlatilag, hogyha azt mondom, vagy mond egy pár keresetlen csúnya szót, akkor ő már meghurcolható, mert azzal ellenállást tanúsított, meg egyáltalán milyen lesz ez a fellépés. Tehát annyira bizonytalanak itt a jogi szabályozás kontúrjai, hogy a jogbiztonság követeli, hogy egy ilyen szabályozást nem lehet elfogadni. Az is teljesen aggályos, hogy akár a magyar állampolgárok, a magyar szurkolók adatait önök a külföldi rendőri szerveknek szolgáltatnák ki. Az elmúlt időszakban is láttuk, hogy milyen kellemetlen problémák származtak ebből. Például amikor 2006-ban az Inca Security, ugye héberül biztos vonalat jelent, csak hogy az identitását ennek a biztonsági szolgálatnak is mindenki világosan lássa, közreműködött az úgynevezett összödi beszéd utáni, és idézőjelbe teszem, zavargások leverésébe. Ennek a biztonsági cégnek az alkalmazottai, akik közül többen állítólag nem is magyarul beszéltek, felléphettek magukat rendőri szerveknek kiadva, és magyar állampolgárokat vertek, hurcoltak meg, és olyan bűncselekményeket követtek el, amit a mai napig nem vizsgáltak ki. Úgyhogy sajnálatos módon inkább, ahogy többször elmondtuk, a rendőri szervektől van félelme jogosan, és nem csak a futballszurkolóknak, hanem az átlag állampolgároknak is, aki balsorsa akkor az utcára vezetett. A szabálysértésekre vonatkozó törvénymódosításnál egy olyan kitételt tesznek, hogy az odautazással vagy az onnan történő távozással összefüggő szabálysértés miatt kitilthatják bármelyik sportszövetség, bármelyik rendezvényéről a szurkolót. Most megint ugyanez a gumi jogszabály, hát mit jelent, hogyha például államtitkár úrnak mondom, Pápára utazik a Ferencváros, és akár nem is egy odautazó szurkoló, csak ugye azon az útvonalon épp elhaladó autó túllépi a sebességkorlátozást, ugye ezt lemeszelik a rendőrök, akik államilag támogatott pénzbehajtást végeznek, akkor akár bele is vonható, mert épp abban a pillanatban volt rossz helyen, rossz időben, és mondjuk eltiltják a sakkszövetség edzéseinek látogatásától, mert ő az odautazás közben követette valamit. Hát nyilvánvalóan nonsense ez a rendelkezés is, és azért mondjuk, hogy ebbe bármi beleérthető. A klubkártya kiváltása pedig biztos, és kötelezővé tétele biztos, hogy ahhoz fog vezetni, hogy drasztikusan visszaesik a nézőszám, és nem engedhető meg az a fajta eljárás, hogy a beléptetéskor a hatósági jogkörrel nem rendelkező egyének, akik
mint az előbb is említettem, akár bűnözők lehetnek beöltöztetve és biztonságinak kiadva, elkérjék az iratait az odalátogató magyar állampolgároknak, és ők a személyes adatokat kezeljék és egyeztessék az ott szereplő, az ott leírtakkal a kettő között. Hát ennek a törvényességi alapja az abszolút nincs meg, és ezért nem elfogadható. Tehát nem akarom szaporítani a szót, mert sok minden elhangzott már, és sok minden is lesz, de le kéne vonni a konzekvenciát, hogyha valóban segíteni szeretnénk a magyar futball helyzetén, ez a törvény erre nem alkalmas. A valóban huligánként viselkedő és olyan cselekményeket elkövető egyének ellen most is van törvényes lehetősége a rendőrségnek, hogy fellépjen, létezik, hogy elhangzott a garázdaság tényállása, létezik olyan jogos fellépés, amivel ezeket meg lehetne előzni, de ez a jogszabály erre teljesen alkalmatlan, ezért a Jobbik nevében azt szeretnénk, hogy vonják vissza. Köszönöm szépen. Köszönöm. Két perces felszólással megadom a szót Schiffer András képviselő úrnak. Önné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én gyakorlatilag ehhez az előbbi mondathoz szeretnék kapcsolódni. Tisztelt államtitkár úr, a gyöngyöspatai eseményeket követően az NMP frakciója beterjesztett egy BTK módosítást, amit önök még nem vettek tárgysorozatba, és az önök gyakorlatát ismerve nyilván nem is fognak tárgysorozatba venni. Mi ebbe a büntető törvénykönyvi javaslatban pontosan egy olyan helyen javasoltuk kiegészíteni a büntető törvénykönyvet, ahol ma hiányos, éppenséggel pont a sportrendezvények biztosításával kapcsolatban. Mi arra tettünk javaslatot, hogy a rendőrségnek arra legyen lehetősége, hogy amikor információja van arról, hogy valakik már rendbontásra készülnek, összecsapásra készülnek, akkor eljárhasson. Erre ma a rendőrségnek nincsen eszköze, ez valóban egy olyan terep, ahol nincsen semmi a rendőrség kezében. Önök nem ezzel foglalkoznak, önök ami ellenzéki javaslat, azt automatikusan elutasítják. Ehelyett egy olyan területen kívánnak büntetőtörvénykönyvi szigorral fellépni, ami egészen vicces. Önök azt mondják, hogy ha egy X szurkoló az Y csapat drukkerei számára fenntartott szektorba hatol, az büntetőtörvénykönyvi tényállást valósít meg. Tehát azt kell majd a büntetőeljárásban bizonyítani, hogy az a korlátozás rá vonatkozott, mert ő mondjuk egy Újpest szurkoló és a Vasas szektorba jött be. Tehát akkor a csapatok iránti szimpátiát is önök valamilyen módon nyilván akarják tartani. Hogy gondolják alkalmazni ezt a büntetőjogi szabályt? Na, arra kérem államtitkár urat, hogy ezt a törvényjavaslatot legalábbis a büntetőtörvénykönyv módosítására vonatkozó részét vonják vissza, fontolják meg azt, amit benyújtottunk április végén, ami valóban a riadalmat keltő tömegverekedések megelőzésére alkalmas büntetőtörvénykönyvi tényállást. Annyit szeretnék még hozzátenni, ez már csak nyelvhasználati kérdés, de talán nem lényegtelen, hogy aki huligán meg ultra, az nem bűnöző. Adott esetben a huligán és az ultra csoportok azok pontosan a klubidentitásnak a hordozói. Rendbontókról, törvénysértőkről lehet beszélni. Az, hogy huligán valaki, ez nem egy kriminalisztikai fogalom. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, felszólása következik. Pichler Imre László, a Fidesz képviselőcsoportjából. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, hát sok minden elhangzott most itt ebbe a vita témában, és azt hiszem, hogy azért mégiscsak majd előre fogunk haladni hamarosan, hiszen a törvénytervezetnek a megvalósítása valamennyiünk érdeke lesz. Előbb-utóbb biztos vagyok benne, hogy ez így lesz. A labdarúgó mérkőzéseken elszaporodott szurkolói rendbontások, nézői sportszerűtlen magatartások, események károsan hatnak egyrészt magára a mérkőzésre, a labdarúgók teljesítményére, másrészt a nézői látogatottságra, nem utolsó sorban a mérkőzések bevételére, a csapatok színvonalos működtetésére. Én is példaként szeretném itt akár a szomszéd országokból hozni azokat a megtörtént eseteket, amelyek mégiscsak amelyeknek a törvényi módosításaival elérték a szomszéd országba, hogy normálisan lehet járni mérkőzésekre, családi összejövetelekkel egybekötve.
Így például az angol labdarúgó szurkolók százezrei békés szándékkal a játék élvezetére készülve mennek ki a mérkőzésekre, de kellemes szórakozásukat hosszú éveken át szervezett, mindegy, hogy hogy nevezzük, huligán bandák zavarták meg, vagy rendbontók. Ezeknek a tagjai a stadion bizonyos szektorába tömörülve, egymást hergelve szidalmazták az ellenfelet, apró pénzzel, vagy éppen palackokkal dobálták a játékosokat. A huligánkodás egyre inkább elfajult. Elkezdődött a pályára való berohangálás és a szektorok közötti dulakodás. Amikor az egyesületek a zöld gyepet körülvevő magas drótkerítéssel próbálták elejét venni a berohangálásnak, hecből ehhez szorították hozzá nézőket a rendbontók. Súlyos sérüléseket szenvedett jó néhány békés szurkoló, közöttük gyerekek is. Én még emlékszem, 1985-ben a kirendelt erős rendőri biztosítás követett el hibát a Birmingham Leeds United mérkőzésen, ahol a huligánok visszaszorítása közben egy 14 éves fiút a falhoz nyomtak és meghalt. Margaret Thatcher, az akkori konzervatív miniszterelnök, futballhuliganizmus ügyi vészkabinettet, továbbá egy törvényszéki főbíró által vezetett vizsgáló bizottságot állított fel, és kezdeményezte a törvény megszövegezését a pályák körüli és azokon belüli rendbontás megfékezésére. A törvény megszületett, és számos eredményt hozott. Lehetővé tette például rendbontást keltő személyek fényképezését, és a rendőri fotók alapján notórius balhézással gyanúsíthatók előzetes, ideiglenes őrizetbevételét. Azt is kimondta a törvény, hogy a stadion rendjéért megnevezett személy legyen a felelős. Csak részben valósult meg a törvényben foglalt elgondolás, hogy minden rendszeresen mérkőzésekre járó futballszurkoló kapjon az egyesületek által kibocsátott személyigazolványt. A törvény mindazonáltal hasznosnak bizonyult, és más lépésekkel együtt, mint például a szeszes italok, petárdák, botok nézőtérről való kizárása, akár testi motozás útján minimális arányúra csökkentette a stadionokon belüli rendbontást. De nézzük meg, hogy hogy intézkedett Jádrán Kosor, horvát miniszterelnök, aki kijelentette, hogy drasztikus lépésekkel és a törvények szigorításával szeretnék megfékezni a futballhuliganizmust. A kormányfő mindezt azután mondta, hogy 15 rendőr és tucatnyi szurkoló megsérült az egyik Dinamo Zágráb Hajduk Split bajnoki mérkőzés után kitört összecsapásban. Egy rendőr egyik szemére megvakult, egy drukkert pedig lőtsebbel vitték kórházba. A hatóság közlése szerint 89 drukkert vettek őrizetbe, és 7 rendőrautóval, mint több-több tömegközlekedési jármű is megrongálódott. A rendőrség a videó felvételek alapján igyekszik azonosítani a tetteseket. Azt mondja Jádrán Kosor asszony, drasztikus törvénymódosításokra van szükség, és keményen fel kell lépnünk az erőszak ellen. A mérkőzés után láthattunk egy apát, aki a kisfiát próbálta kimenekíteni a tömegből. Tragikus következménye lehetett volna, ha egy eldobott tárgy eltalálja őket. Karamarkó belügyminiszter meglátogatta a kórházban a bal szemére megvakult rendőrt, majd nyilatkozatában mélyen elítélte a drukkerek által elkövetett bestiális támadást. A horvát szurkolók az elmúlt években rendszeresen követtek el rendbontásokat, nemzetközi mérkőzéseken is. Többször összecsaptak a rendőrséggel, akár hazai pályán, akár idegenben szerepelt a kedvencük. Más országot mondok most példaként. Michel Platini, az UEFA elnöke, közölte Boris Tadic szerb államfővel, ha a helyi huligánok folytatják erőszakos és bűnöző magatartásukat, a szerb klubok és a válogatott nem vehet részt
az európai versenyeken. A találkozót követően kiadott közlemény szerint a köztársasági elnök biztosította Platinit arról, hogy országa végleg leszámol a huligánokkal. Ugyanis félbeszakadt a genovai olasz-szerb EB-mér selejtező, mert a vendégek drukkerei botrányt okoztak, 16 szerb huligánt összesen, írdés mond, 240 év börtönbüntetésre ítéltek. De mondhatnék egy ellenkező példát is, és itt mindenki a saját élményeit már szinte el is mondta. Nekem is volt 2000-ben egy olyan élményem, hogy Brazíliában, Rióban volt szerencsém látni a Manchester United Vasco Gama mérkőzést a Maracana stadionban. 240 ezer néző volt, köztük egy én is. Azt szeretném ezzel illusztrálni, hogy a 240 ezer néző élvezte a futballt, és utána csöndbe hazament. A góloknál nagyon örült, semmi probléma nem.